A francia gyártó és kereskedő partnercége 2014-ben hozta létre a Kuhn Center Magyarország Kft.-t azzal a céllal, hogy a Kuhn gépek szélesebb palettáját kínálják a magyar vásárlóknak. Tavaszi gépbemutató sorozatokon az érdeklődők működés közben is megtekinthetik az eszközöket, és beszélgethetnek a tapasztalatokról olyan gazdálkodókkal, akik már használják azokat. Itt most egy úgynevezett referencia gazdaságban vagyunk, Sár 60-on, a Zicsi gazdaságban. Lesz több ilyen is? Igen, terveink között van, és vannak már más referenciagazdaságok is, ahol elindítottuk, és ezeket a referenciagazdaságokat nem csak úgy nevezem meg, hogy valaki, aki 15 gépet vesz tőlünk, hanem elvileg valakivel, akivel hosszú távra tudunk építeni. Ez ugyanolyan, mint egy referencia kolléga, akivel elejétől kezdtünk és hosszú távra tervezünk. Na most itt is az Zicsi Farmon, ahol vagyunk, a közös pályafutásunk nem is olyan hosszú, nem olyan rég kezdődött, ezt tavaly ősszel kezdtünk el beszélni, akkor csak egy forgóboron álló meg egy kultivátorról, jelen pillanatban meg egy nagy gépkapcsolatról beszélünk. Ez nekünk az az eredmény, és azért mondjuk, hogy referencia gazdaság, mert érezzük azt, hogy ez a megbízhatóság létrejött a kettő cég között, és akkor egy referencia gazdaságot, vagy egy referencia partner közösséget csak így lehet, vagy olyan helyen építünk fel, ahol mi bizonyítani tudunk, és gazda részéről megvan az a bizalom, hogy tényleg amit csinálunk, azt jól csináljuk, nekünk ez meg erőt ad tovább. Referencia farmok az ország minden részén fogunk keresni olyan partnereket, ahol ezzel tudunk érvelni, és ezt tudjuk szépen struktúrálisan felépíteni, gépesítés szempontjából, meg komplett egész szolgáltatás szempontjából. Eredményesség nem képzelhető el hálózatosodás nélkül, gondolok itt akár a szervizre, akár az értékesítésre. Hogyan áll ennek a hálózatnak a felépítése? Minden partner tanálkozó mindig azt mondom, hogy az értékesítés az az első, az a házasság. Onnan kezdve jön a házas élet, amelyikben úgy mondom, persze ottan lehet bizonyítani egy hosszú házas élettartalmat, vagy egy rövidet. Hát ez a hosszú házas élet titka az a szolgáltatásnak a biztosítása, mi szempontunkból, gazdaság szempontjából nézve, és a gyors kiszolgálás. A gyors kiszolgálás az viszont meg nem mehet csak akkor, mikor a partnerek közelébe vagyunk, és gyorsan tudjuk úgy az alkatrészt, mint a szervizszolgálatot tovább juttatni. A gépnek nem szabad állni, tudjuk, hogy egy gép, azt szokták mondani, akkor romlik kell, csak amikor dolgozik, ezért a hálózat kiépítés ez nagyon fontos. Ez a hálózat kiépítés, ez tervekben volt már az elejétől, csak inkább azt mondtuk, hogy alapozzuk meg inkább a kezdetet, építsük fel a csapatot, az első logisztikai központunkat, és onnan kezdve most már kezdünk terjedni. 2017-es év lesz az, amikor a másik kettő telephelyünk indítását tervezünk, és reméljük, hogy meg is tudjuk valósítani.